Úrnapi körmenetet tartottak a kisvarsányi katolikus templom hívei. Az úrnapja katolikus főünnep, melyet Magyarországon és több más országban a húsvéti időt lezáró pünkösd vasárnap után két héttel tartanak. Általános szokás ezen az ünnepen a körmenet és a sok virágdísz. A virágszőnyegek, a falusi virágsátrak és a virágokkal díszített oltárok képe. A körmeneten Magyarországon más országoktól eltérően négy stáció van. Négy oltárt állítanak, amelyet a pappal végigjárnak a hívek. Az úrnapi körmenetnek saját liturgiája van. A stációknál evangéliumot olvasnak, és a pap az égtájak felé áldást oszt. Jézus Krisztus testének és vérének az ünnepe, hogy eurasztikának az ünnepe, az oltári szentségnek az ünnepe tulajdonképpen, azt nevezik Úr napjának. És 1920-tól van Dunavarsányban, ebben a kis településben már akkor néplányok jöttek, és azok vezették be, mert akkor még a templomunk nem volt, és akkor volt az egész faluba, tehát három utcát vont be ez a négy sátor, ott a TS központban voltak a néplányok, és ők ott volt a Szentmise, és ott onnan indultak ők. És 1931-ben elmentek a néplányok, akkor átvette Dunavarsányt ezt a kis települést Taksony egyházmegye, és akkor is meg volt tartva, de akkor kevesebb utcával mentek a sátorba, tehát a úrnapi körmenettel. 1944-45-ben nem volt, mert akkor a háború volt, és háború után már a kommunizmusban nem lehetett az utcára kivonulni így. És csak itt a templomok környékén tartottuk. Itt a templom környékén állítottunk föl négy asztalt, ugyanígy földíszítve, csak nem sátorral, de ugyanígy. És a templom körül mentünk, akkor így gyönyörű milyen virág volt, ez a koszorú virág volt gyönyör, és abba beleépítettük a sátrakat, de ugyanígy volt a körmenet, ugyanennyi időt tartott, ugyanez ünnepeltük. Utána 73-ban akkor egy plébános váltás volt, akkor jött egy új plébános, és 73 ilyenkor már újból indítottuk az utcai sátorokat. Kisebb monitovas, kisebb izével, de azért ugyanígy ment szépen a négy. Attól kezdve aztán végig mindig, minden évben. És egyre nagyobb ünnepét tartunk, mert egyre több a fiatal, hál' Istennek, és egyre többen vagyunk. Most ugye a két vasárnap nagyon összekapcsolódik, mert a múlt vasárnap volt Szent Háromság vasárnapja, akkor volt az elsáldozás, és akkor hál' Istennek most 11 elsáldozónk volt, és ugyanabban az öltözetben jönnek ilyenkor virágot szórni, mert ők a fő virágszórók, akik úgy mondjuk, hogy hát ilyenkor nagy lelkesedéssel jönnek, és akkor jönnek a szülők is. Tehát ekkor többen jönnek. Bizony, mondom nektek. Ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és iszza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és iszza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Mint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér, nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszik, örökké él. 38-ban szentelődött, akkor épült a kis templomunk, ugye, ott van a kép is rajta, és a Szent Vendelt, ezt valahonnan innen a határból hozták, és ez a országgyűlési képviselő állította, aki van írva a neve, a Vendel szobrot, mivel hogy valahol itt a területen volt egy Vendel szobor, csak az eltűnt. És akkor a templomnak a szentelésére állította ez a országgyűlési képviselő ezt a Vendel szobrot, és azóta, azaz 38 óta, az akkor már itt van a faluba. 6 éve, hogy elektromizálták a harangunkat, akkor kerestük a harangnak a feliratát, a harangot, aki készített. Nem találtunk semmi feliratot, és így nem tudunk a harangról semmit. Akkor hozták a harangokat, mikor a tornyot befejezték, ezt tudom, 38-ra, mire a templom szentelés volt, addigra meg volt a minden. Igen. Igen. És kik énekelnek itt a kórusban? Hát jobbjában a német kisebbségi fiatalok vannak itt benne. A lányom a kántor, ő tanítónő itt. Schuster Istvánné, ugye már 30 éve tanít, és ő fogja össze ezeket az énekeseket.
Van egy nagyon szép Kolping családunk, mondjuk az a zászló is ment nelük, most már nem tudom hány éve, 20 éve, vagy mennyi Kolping család, és ez nagyon-nagyon tevékenykedett itt Varsányon. És azért 42 család, Kolping családunk van, és azok itt azért tábort rendeznek a gyerekeknek itt, és azok kirándulni mennek a gyerekekkel, az iskolás gyerekekkel. Kolping adott föladta az életét a szegényeknek a segítségére, a gyermekeknek a segítségére. És őróla ez maradt meg, hogy ő az egész életét, a vagyonát, mindent a szegény gyerekekre áldozott. És ezért az egyház őt hát boldoggá, aztán boldoggá vatta, nem, pontosan nem tudom. És ez az egész országba elterjedt. Már kint Németországban sokkal nagyobb, vagy Osztrákban nagyon nagy hagyománya van ennek a Kolping családnak, mint... Mit lehet tudni a katolikus egyháznak a hit életéről itt a városban, illetve ezen a városrészen? Hát, főként milyen nemzetiségűek járnak ide, illetve hát hogyan is élik meg? Van a német kisebbségi, illetve sváb egyesület van, és német kisebbség, és azok egyre jobban bele. Mindenféle ünnepén, mindenféle alkalommal jobban részt vesznek benne, mint más, mert összetartanak. Tehát a svábok nagyon összetartanak. Az adventi ünnepekben adventi koszorúkat jönnek gyártani, készíteni a gyerekek. Van, amikor advent első vasárnapjára készítik az első koszorúkat, 30-35 koszorút készítenek, és az atya azt szépen megszenteli, és úgy mindenki viszi haza a szentelt adventi gyertyákat, vagy koszorúkat maguknak.